Műsorunk fő támogatója a BMW. Támogatónk a Magyar Suzuki ZRT, a Landbau Kft. Bontás az építés szolgálatában. A DM Kft. Egy biztos pont az építőiparban. Ruházatunkról a Danger Wise gondoskodik. Gumiszakértőnk a Revolution Motor. Az elmúlt pár évben az ezres kategóriájú motoroknak a piaca elég nagy mértékben megváltozott. A Suzuki egy kicsit lemaradt ugye a fejlesztésben, a király kategóriában. Aztán 2017-re megjelent az új GSX-R. Ezt volt szerencsénk próbálgatni az elmúlt időszakban. Dani túl van egy pályanapon, ami nem most volt, ugye, hanem még április közepén. Igen, nem tegnapról beszélünk. És az utcai tesztet azt pedig én próbáltam megejteni az elmúlt pár napban. Elnézést kérünk a motor külalakjáért, de hát ez abból adódik, ugye, hogy megkezdődött az iskola, és az iskola kezdéssel együtt az időjárás is igen szélsőséges lett, ugye az elmúlt pár napban szakadt az eső folyamatosan. Mennyire van meg még a pályanapos motorozásod, az a pár perc, amit töltettél ezzel a motorral? Abszolút, ugye egy 20 perces etapra kaptam meg ugye a motort, teljesen gyári beállításokkal, tehát semmi nem volt elállítgatva, kicsit a guminyomás volt beállítva és ennyi. Hát mondhatjuk nyugodtan, hogy fölzárkózott a többiekhez a Suzuki ezzel az új modellel, ahogy mondtad, ugye egy kicsit késve, de ők is kihozták ezt a mindenféle elektronikai csodával felextrázott GSX-et. Hát először is ugye a blokkja, ami általában mindenkit az érdekel a leginkább. Ugye itt azért kőkemény 202 lóerővel gazdálkodhatunk, és ez meg is van, tehát ez egyértelműen megvan mindenhol. Viszont egyszerűen annyira lineárisan adja le az erőt, akár a nyomatékat, akár a teljesítményt figyelembe véve, hogy nem érezzük annyira. Ami megmondom őszintén, hogy egy kicsit talán az izgalom faktorból le is vesz emiatt, mert egyszerűen tényleg 3000-től szinte 13000-ig ugyanúgy tol minden egyes fordulatszám tartományban, minden egyes fokozatban. A futóműve az teljesen hibátlan, ugye igazából ebben is ez a Big Piston első villa van, és természetesen minden irányban állítható. Azt ugye fontos kiemelni, hogy az alapmodell teszteljük, ugye, tehát van egy RS kivitel, ami egy komolyabb szint, de... Hát az a csúcsok csúcsa, ahogy szokták mondani. Így van, én azt mondom, hogy a felhasználók 99%-ának ez is teljesen ki fogja elégíteni az igényeit ez a motor. Tegyük azért hozzá, hogy abban is ugyanez a motorblokk van, és azt kell tudni az egész motorról, hogy teljesen át lett szabva. Tehát nem az van, hogy egy korábbi modellt próbáltak egy kicsit megpimpelni, hanem mindent újra terveztek, tehát a motorblokkot, magát a vászszerkezetet, ugye ebből adódóan a súlya is egy kicsit változott a motornak a korábbi elődökhöz képest. Viszonylag könnyű megjegyezni őket, ugyanis a 202 lóerő, amit már említettem, ahhoz jön a 202 kiló, ugye egy teljes menetkész tömege az 202 kiló. Várjál, tehát... matekozzunk egy kicsit, akkor egy lóerőre, egy kiló, akkor az egy az egy? Egy, így van. Azért az már egy eléggé szigorú szám. Ugye a nyomaték is elég komoly, 118 Nm kis hiány, úgyhogy az még emlékeim szerint ki is emelkedik azért az ezres sportmotorok közül. Ugye ami a GSX-ereknek, hát most már azért mondhatjuk azt, hogy azért nem tegnap, de jó pár évvel ezelőtt ugye gyenge pontja volt az első fék. Hát ez itt teljes mértékben meg lett oldva ez a kérdés. Tehát ugye az egy dolog, hogy Brembo tárcsa és féknyereg is van rajta, de tényleg egy újas. Tele van extrákkal, és ebből egy olyan dolog van, amit most amíg megvannak ezek a idézelbe tett régebbi motorok, tehát a 2017-es motorok, addig a Suzuki most ingyen adja fel ár nélkül, az pedig az Akrapovics kipufogó. Ezen kívül ezen a motoron azért a lábtartók, különböző design elemek, a fékkarvédő. Hát ez az Akrapovics kipufogó, ez egyrészt egy nagyon kellemes hangot kölcsönöz neki, másrészt azért azt szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy a gyári doboz nem lesz szépségdíjas, de ez mindenképp egy több százezres extra, ugye, amit azért érdemes kihasználni, ez tény és való. Visszatérve a motorra, ugye, hát a külalak azt mindig azt szoktuk mondani, hogy ízlés dolga, úgyhogy erről így nem is nagyon formálnék véleményt. Ami viszont biztos, hogy nekem ez a kivit, ez a szín kombináció, ez nagyon bejön. Nem azért feltétlen, mert hogy a MotoGP-nek egy az egybe ugye ilyen a fényezése, illetve ami nekem nagyon tetszett a kivitelezésben, az a felni csík, illetve az a felnin, az a GSX-er felirat, ez mind-mind nagyon igényes, és egy ilyen komoly minőségi érzetet ad. Pálya teszttel kapcsolatosan még valami? Hát azt kell mondjam, hogy ugye igazából azért messze menő következtetéseket nem tudok és nem is szeretnék levonni ez alapján, a 20 perc alapján.
abszolút hozta azt, ami várható volt. Tehát megint olyan volt, mintha jó pár 10 méterre lerövidítették volna az egyeneseket a ringen. Nem feszegettem ugye értelemszerűen a határait, erre meg is kértek, ugye, mert még sokan mások is szerettek volna tesztelni ugye a motort. Én, hogyha valamit kívánhatnék még bele, az, hogy egy kis izgalom, tehát hogy valahol legyen egy ilyen teljesítménycsúcs, ahol megindul, vagy bármi ilyesmi. Itt igazából arról van szó, hogy tulajdonképpen tökéletesen sikerült a mérnökök munkája, ugye? Tehát sikerült teljesen az alsó fordulatszám tartományokból a gyakorlatilag a leszabályzásig egyenletes teljesítményt kicsiholni belőle. Én meg ugye pont ezt egy kicsit olyan szempontból sérelmeztem, hogy ugye semmi olyan része nem volt. Kicsit ez becsapós is, ugye, mert az ember nem hiszi el ezek alapján feltétlenül, hogy 202 lóerőn ül. Hogyha nekem azt mondanák, hogy csak ezt használhatom utcára, akkor lehet, hogy elgondolkodnék egy GSX-esen. Hát ez is hozzáállás kérdése. Mert ugye ez annyira sportosra sikeredett, ugye utoljára azt hiszem pont a Yamaha R1-nél bátorkodtam ilyet mondani, hogy 100 km-es sebesség alatt valahogy az ember kényelmetlenül érzi magát rajta. Ezt a motort én úgy gondolom, hogy olyan helyre szánták, ahol te is jártál vele, Hungaroring, Pannonia Ring, Euroring, ahol azért vannak hosszabb egyenesek, és ki lehet használni a motornak a teljesítményét, illetve a nyomatékát. Ezen kívül azt tudom mondani, hogy kezes bárányként működött, tehát nem éreztem azt, hogy ki akarna törni alólam. Visszatérve a sportmotoros véleményedre, ugye ez egy hogy mondjam, normál helyzet, tehát tekintve, hogy én is sportmotorral szoktam járni ugye a városban. Meg én is. Tehát azért ezt tudjuk jól, hogy ez egy olyan dolog, hogy a legtöbbünk ugye nem engedheti meg magának azt, hogy több motorja legyen, hogyha vannak ilyen pályamotorozás, akár csak nyíltnapos ambíciói, akkor sajnos bizony be kell vállalja azt, hogy vesz egy olyan motort, ami a városban nem lesz a legkényelmesebb, ez tény és való. Viszont ez élhető egy bizonyos ideig, aztán általában finomítanak az emberek, és vesznek valami ezres sportmotorból Naked Bike-a avanzsált motomotort, de tulajdonképpen ezzel nincsen semmi baj, tehát ez a motor is tök kezelhető volt városban és utcán is, ahogy mondtad, tehát nincsen ennek akkora hátulütője, nem kényelmes, ez tény. Ilyenkor szoktuk ugye megemlíteni a fogyasztást, én úgy emlékszem, hogy ilyen 5,8 liter környékén van most. Most nem először mondjuk motorra, ami nálunk van, de ez tényleg azért ez egy csúcs kategóriájú ezres sportmotor, és hogy Dani, ez is öregszünk. Hat alatt. Öregszünk, mert egyre többször mondjuk jó, ezeket tegyük, a dolgokat. Azt tegyük hozzá azért, hogy a pályamenet után nem néztünk fogyasztást, ott ez valószínűleg nem állna, ez egy utcai tesztre áll ez a fogyasztás. Igen. A kedvenced az itt is megtalálható. Ugye ez a... Megint kaptunk egy csodaszép GSX-szerezer kulcstartót is, ugye a GSX-szerezer kulcsához. Igen, tehát rajta van, és ugyanezt a motort tudjuk megcsodálni, ugye amikor föl van akasztva otthon az előszobaszekrénynél. Illetve, bocsánat, azért nem akarok rossz mesélni, de lehet, hogy ez egy MotoGP motor. Hát mindegy, igen, is, a lényeg az, hogy egy hozzáillő formailag szinte ugyanaz. Két dologról kéne még beszélnünk, az egyik az ára, a másik pedig, hogy kinek ajánljuk. Hát szerintem a kinek ajánljuk az viszonylag egyszerű. Tehát manapság azért Magyarországon ez a réteg kicsit lecsökkent, ugye az ezres sportmotoros kategória, pláne aki ugye új motorvásárlásra adja a fejét. Abszolút alkalmas ez is a közlekedésre, mint az összes többi motor. Az ár az pedig hát a versenytársakhoz képest bizony a nagy adóvász, mert 5.199.000 forint mindennel együtt, amit mondhatjuk nyugodtan a felsorolást elkerülve is, hogy mindegyik japán konkurensnél jóval olcsóbb. Hát én is ezt akartam mondani, hogyha csak egy motorra van pénzünk, és mi ebben bele tudunk nyúlni a zsebünkbe, és szeretünk pályázni, tehát élvezzük azt, hogyha a kanyarokat le lehet vadászni optimális körülmények között, ugye versenypályán, akkor ez egy nagyon jó választás lehet ez a motor. Műsorunk fő támogatója a BMW. Támogatónk a Magyar Suzuki ZRT, a Landbau Kft. Bontás az építés szolgálatában, a DM Kft. Egy biztos pont az építőiparban. Ruházatunkról a Danger Bikes gondoskodik. Gumiszakértőnk a Revolution Motor.